Sok szeretettel köszöntök mindenkit az M-Store csatornán, az én nevem Zsolt. Európában is bemutatkozott a Redmi Note 12 sorozat, amelyek között található a Pro Plus 5G, a Pro 5G, illetve a 12 4G, valamint 5G az m ba is érkeznek a készülékek, ám először a Redmi Note 12 Pro 5 g kapható, így ebben a videóban ennek a terméknek a kicsomagolásával, illetve első tapasztalatos videójával foglalkozunk, utána pedig később részletesen is bemutatjuk a készüléket. A Redmi Note 12 Pro 5G-nek a dobozának az előlapján látszik maga a készülék, illetve a felirat, hogy mégis milyen termékről van szó, egyébként pedig egy teljesen átlagos csomagolásról beszélünk. A fedelét leveszem, és rögtön egy szokásos szerencéhez jutunk, amiben több tartozékot is fel fogunk fedezni például egy tokot, hogy ne kelljen utólag ilyet is beszerezni a készülékhez. Ez tök szuper dolog, hogy egy középkategóriás terméknél is jár mellé ez a kiegészítő, néhány használati leírás, illetve természetesen egy szimtűt is mellé kell a gyártó. Ezután következik maga a telefon, még hozzá optikailag stabilizált kamerával, 67 wattos töltéssel, 120 Hz-es kijelzővel és Mediatek Dimensity 1080 lapkával. Én már ezt a terméket kicsomagoltam, hiszen fotóztam vele, hamarosan mutatok is képeket, hogy milyeneket lő a hátlapi kamera 3 -as. De azért még nézzük meg, hogy milyen nyalánkságok vannak a doboznak a legalján, például USB-C kábel és még 67 wattos töltő is jár, ami azért nagyon szuper, hogy ezt sem kell külön beszerezni, szóval elég gyorsan fel lehet tölteni a Redmi Note 12 Pro 5G-t. És akkor csomagoljuk ki ebből a papírból, ami hát nem túl egyszerű művelet, de már is látszik, hogy hogy néz ki ez a telefon. Azért azt nem lehet mondani, hogy rettendesen különleges, ugyanolyan salmis, mint a többi, csak a Redmi márkanév alatt fut, a tetején pedig van 3,5 mm-es jack csatlakozó, valamint még infraport is, de nem maradt el a külön dedikált hangszoró, aminek van egy párja alul, hiszen stereo hangzásra képes a készülék, azért ezek mindenképpen jó fegyvertények, USB-C csatlakozó, illetve egy SIM, amire két darab nanoszimet helyezhetünk, ahogy a vágóképeken is látszik. Hát a telefonnak a hátulja fényes, ami nyilván elegáns, de hát cserébe azért gyűjti az új lenyomatokat, és három darab kamerát is felfedezhetünk itt, méghozzá az elsődleges egy 50 megapixeles, majd erről mindjárt szót is fogok ejteni. Az új olvasó az oldalsó bekapcsoló gomba került, és mint látszik teljesen jól és gyorsan, üzembiztosan működik, szóval igazából föl lehet oldani ezzel is a készüléket, de nyilván van arcfelismerés, valamint minta pinkód is. Ima a Redmi Note 12 Pro működés közben egy 187 g telefonról beszélünk, ami IP53-as minősítést kapott és 8 mm-es vékonysággal rendelkezik. Ahogy látszik, elég testes a jószág, hiszen 6,67 inches AMOLED kijelzővel rendelkezik, 1080x2400 pixel felbontással, 120 Hz-es képfrissítéssel, ami elegendő nem csak a beltéri, hanem a kültéri tartalomfogyasztáshoz is. Alapvetően a kijelző sík, jól kezelhető és egész vékony kávákkal rendelkezik. Ami pedig fontos, hogy a xiaomi a választása ezen a Redmi modell esetén a Mediatek Dimensity 1080 lapkára esett, ami egy 8 magas processzorral ellátott SOC, méghozzá 6 vagy 8 GB RAM-mal és 128 vagy 256 GB-os adattárolóval, Magyarországon a 6 per 128 as biztosan forgalomba kerül. Mali G68 MC4 grafikus gyorsító az, ami szerepel ebben a telefonban. Nyilván ez azért az alacsonyabb szintű játékokat képes elfuttatni, de ne számítsunk tőle hatalmas gaming élményre. Az viszont mindenképpen jó hír, hogy terhelés alatt sem melegszik. Én futottam több benchmarkot a készüléken, és szerencsére nem volt gond azzal, hogy esetleg hevült volna. Plusz látszik, hogy ez ilyen, hát gyengébb típusú játékokat már azért 40 fps lehet tudja futtatni. hogy a komolyabb tesztek alá vetjük, akkor viszont inkább 20 fps lesz. Szóval, hát nem egy gamer telefon, de összességében azért még akár játékra is teljesen jól használható. Szenzortesztek szempontjából van gyorsulásmérő, és még rengeteg más szenzor. Barométer az nincsen, szóval nyomásmérős nincsen, viszont gyroszkóp vagy iránytű az van a telefonban, szóval ez mindenképpen jó hír, és hát nyilván a Geekbench teszteket is le lehet futtatni, meg is mutatom, hogy milyen eredménnyel szolgált. Tessék, lássék, 965, illetve 2407 pontot gurított Geekbench 6 teszten, de tényleg a legjobb benne az, hogy egyáltalán nem melegszik, még komolyabb használat esetén sem. A sebessége is teljesen rendben van, alapvetően nem akad meg a telefon, szóval jól lett optimalizálva a szoftver a hardverhez és rengeteg különböző beállítási lehetőséget találunk, mint ahogy a legtöbb Xiaomi telefonban, most nyilván, mivel ez nem egy bemutató egyenőre, hanem csak egy kicsongoló és első tapasztalatos videó, így ezeket nem fogok végigmenni, de látszik, hogy mennyi minden van ebben a készülékben is, szóval nyugodtan lehet babrálni ezeket. Plusz számos alkalmazás telepítésre került, az egyik legjobb ezek közül az infrahoz tartozó távirányító, nyilván rengeteg eszközt tudunk vezérelni. Na és a hátlapi kamera 3-asról beszéljünk, amelyek közül az elsődleges az, ami igazán izgalmas, hiszen 50 megapixeles f 1,8-as rekeszértékű és optikailag stabilizált kameráról beszélünk. A Redmi sorozatban ez mindenképpen különleges. Van egy 8 megapixeles 120 fokos, és egy 2 megapixeles makró módú kameránk is. Nyilván a kamera szoftvert már mindenki ismeri, videózni pedig 4K, 30 fps-sel lehet, szóval nem korlátozta full HD-ra legalább a Xiaomi ezt a terméket videósok előnyben, főleg az optikai stabilizálásnak köszönhetően, de rengeteg más módot is találunk. Mutatunk gyorsan pár képet, Alapvetően a nappali felvételek közül nyilván kiemelendő a főkamera, aminek nagyon jó a és a részletessége, de nagy látószöggel is lehet fotózni, plusz makrózni is. Éjszaka pedig egyértelmű, hogy a főkamera az, ami jelentősen kiemelkedik a hátlapi trióból nagyon jó képeket készít, de majd a későbbiekben ki is fogjuk ezt elemezni. A selfie képek rajongói pedig a 16 megapixeles kamerában találják meg a számításaikat. Az adapterből kiindulva már nem lesz meglepetés, hogy 67 watttal lehet tölteni a telefont vezetékesen, 5000 mAh kapacitású akkumulátorról beszélünk, ami 50%-ig 15 perc, százalékig pedig 46 perc alatt tölthető fel, ezek azért nagyon jó eredmények. Van a telefonban infra, bluetooth, GPS, dual sim, wifi és NFC-s érintésmentes fizetés is, szóval a lényegében majdnem minden tud, nyilván az elszim még ebben a kategóriában azért nem divat, és ebben a készülékben sincs. Hamarosan pedig az M-Store kínálatában is elérhető lesz, nagyjából ilyen 150 ezer forint környékén, amennyiért szerintem azért nagyon jó vétel, főleg a 120 Hz-es kijelzőnek, a korrekt hardwarenek és az optikailag stabilizált kamerának köszönhetően, de érkezünk majd a részletes bemutatóval is. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen és velünk tartanátok a bemutató videó erejéig is, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek a különböző közösségi oldalakon. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!